Spoiler veszély. Így kezdem, hogy spoiler veszély. Sziasztok, Necrokrim vagyok, és hogyha még nem játszottad ki az Alient, vagy nem játszottad ki éppenséggel a DLC-t, amit itt látok, akkor kapcsolj el erre a videóról. De hogyha még mindig itt vagy, akkor neked elmondom, hogy ez egy összefoglaló lesz most, hogy sikeresen kijátszottam a játékot. Egy összefoglaló lesz arról, hogy milyen is volt az a játék, mit tud nyújtani, megéri a pénzét, stb. Ijesztő az Alien és ilyenek. Miközben kicsit gyönörködtetek a DLC-k, tehát az extra tartalomnak a részeiben, tehát itt gyakorlatilag az extra tartalom a filmet játszhatjuk le Ellen Ripley szemszögéből, tehát az anya szemszögéből, és a filmnek a bizonyos részét, köztük ugye a végét is eljátszhatjuk. Kicsit módosítottak a végén, de nem pont ugyanaz, mint a filmben, de egyszer amúgy is fantasztikus volt mászkálni ebben a környezetben, ahol a film játszódik, és nem beszélve arra, hogy a játék is nyújtott olyan élményeket, amik azért felbecsülhetetlenek voltak ebből a szempontból. Nos, hol is kezdjem ezt az egész történetet? A dolog lényege, hát van nekünk itt egy alienünk, vagy mi a fene, és azért szkeptikusan ültem le én is egy kicsit a játékhoz, mert egy jó ideje nem jött ki olyan játék, amiről azt mondhatnám, hogy be vagyok parázva az Alientől. Tehát ugye az AVP-k voltak, nemrég a Colonial Marines, nem, egyáltalán nem volt para a Colonial Marines, és már úgy azt hiszem a világ is ki volt éhezve egy ilyen kis játékra, ahol az Alien újra a csúcsformáját tudja hozni. Mert hogy azért mit tudunk, ugye röviden az Alienről, egy halálgép, se félelem, semmi nincs benne, semmi érzelem vagy tudatosság. Illetve tudatosság van igazából, a sokszor kiderül, a tettei mögött van tudatosság, de inkább egy ösztönlényről van szó, ami hihetetlen agresszivitással bír, és hihetetlen magas a túlélési képessége, még a szervezetének is, tehát annyira magas, hogy az űrt is túl tudja élni. Ezt láthatjátok is ugye az utolsó gameplayben, de ez eredetileg benne van egyébként így könyvekben, hogy igazából maximum annyi történik vele, hogy megfagy, de amint kiolvasztják, működőképessé válik a szervezete újra. Szóval az Alien, mint olyan, az egyik leghalálosabb ember által kitalált UFO, hogy úgy mondjam, és egyben azt hiszem, hogy a legijesztőbb is tud lenni, és igen, én is erre vágytam, hogy az Alien újra ijesztő legyen. Úgyhogy mikor elkezdtem játszani a játékot, egy jó kis hosszas bevezető után végre megjelent az Alien, és hát akkor úgy éreztem, hogy na, igen, ez lehet, hogy az a játék lesz, de azért még ki kellett várni, amíg tényleg frankon eljönnek az ijesztgetős részek, és megcsinálták, tehát az Alien végre újra ijesztő lett, és tényleg adrenalin dús lett a játék, ez a survival horror ötletbe belerakni ezt az egészet nagyon jó volt, és ez, azt hiszem, ez a műfaj volt az, ami visszaadta az Aliennek az ijesztegetőségét, mert hogyha ezt tényleg úgy csinálták volna meg, hogy gépfegyver, stb. Lövöldöztük volna az Alieneket, vagy nem tudom, akkor teljesen más értelmet lett volna, nyert volna a játék, és nem sikerült volna ennyire ijesztőre megcsinálni, és hogy őszinte legyek, tehát itt egy jó pont, az Alien újra ijesztő, még egy jó pont, a mesterséges intelligencia nem volt olyan túlságosan buta, de azt hiszem, hogy így a játék határain belül, tehát megengedték nekünk azt a bizonyos kis kényelmet, hogy az utolsó pillanatban is meg tudjunk menekülni, hogyha arról van szó, mert hát két mentés között bizony eltelt néha sok idő, és nem örültél volna, hogyha előről kell kezdeni az egész történetet, úgyhogy két mentés közötti, tehát hogyha volt valami kis veszély, az utolsó pillanatban is meg tudtál menekülni, ez igaz volt az Alienre is, bár az Alien gyorsabban reagált mindenre, úgyhogy neked is gyorsabban kellett reagálni mindenre, de meg tudtad úszni az egészet. Aztán eddig csak igazából jó dolgokat mondtam róla, úgy hülyek maradtak a filmhez, ugye Amanda Ripley-nek a történetét végre megismerhettük, mert ugye a második része a filmnek, a bolygó neve halál, az úgy indul, hogy Ripley felébredt 70 év után, megtalálták, felébresztik, és az első kérdése az tulajdonképpen, hogy hát volt egy lánya, hol a lánya, hát valószínűleg addigra már rég meghalt,
és végre most megismerhettük a lány történetét is, és hát valahol ugye az anya útjára lépett, alienekkel harcol ő is, és őszinte szólva, hogy ezért egy kicsit hiába harcol az alienekkel, mert utána még a Weyland Yutani Corporation végül ráteszi a kezüket ezekre a lényekre, és megpróbálják őket katonai céllal felhasználni, és idomítani, és a többi, és a többi. Ezt tudjátok ti is, aki látta a filmet. De jó volt végre megismerni Amanda Ripley-nek a történetét ebből a szempontból, jó ötlet volt ehhez hozzányúlni, és éreztem azt a kis csavart a dolgokban, hogy gyakorlatilag a lányával végigjátszhattuk, ami az anyjával történt a filmben, szóval valamilyen szinten végigjátszhattuk. Így egy kicsit éreztem, hogy benne van a 8. utasa halál és a bolygó neve halál is, belekeveredett egy bizonyos részébe, sőt még a harmadik részt is, feltámad a halált, ugye azt is egy kicsit belekeverték a hangulattal, a bázisnak a nagyságával, és ugye az Aliennek maga a terror faktorával így bele tudták ezt keverni, és így egy nagyon jó komplex világképet kaptunk, úgy nagyjából belesűrítve egy kicsit mind a három filmből valamilyen elemet, ami egy nagyszerű ötlet volt, hogyha ezt tudatosan tervezték, de én nálam ez így jött le egy idővel, és időnként nem azt éreztem, hogy a lányjal játszom, hanem az anyával, és így benne volt a filmben, főleg ugye ott a bolygós résznél, amikor megtaláltuk az űrhajót is, amit a Prometheus filmben láthattok, és ott voltak az alien tojások, és ahogy elindult ez az egész ezen a Sevastopol nevű bázison is, gyakorlatilag teljesen hajazott az első rész, a film első részére. Nos, ennyit el, úgy a sztori maga egyszerűségében nagyszerűsége, talán azért nagyszerűsége, mert kíváncsiak voltunk a Mondának a történetére, tehát aki eddig nem tudta, az most megtudta, hogy Ripley-nek volt egy lánya, aki megtudta, akkor na végre, vissza meg, hát valamit megtudunk Ripley-nek a lányáról is. És én így álltam hozzá a sztorihoz, szóval egyszerű a sztori, de jó volt megismerni ennek a karakternek az élettörténetét, hogy így mondjam. És hát, ja, hol tartottam? Ja igen, jó volt megismerni ennek a karakternek az élettörténetét. Nem volt egy nagy szám, tehát ő ki szerette volna deríteni, hogy mi történik az anyjával, és a végül is kiderítette azt, hogy az anyja kilőtte magát az űrbe, és ebből a szempontból a sztori nem volt nagyszerű, de azzal megfűszerezték az egészet, hogy amikor realizálódott Amandában is, tehát a lányban, akivel játszottunk, realizálódott, hogy úristen, itt azért nem biztos, hogy találok bármit is az édesanyámról, és innen már menekülni kell, és nem nyomozni, akkor vett egy érdekes ilyen twistet az egész játékmenet, és csavar, mármint ez így az ember fejében így átalakul egy ilyennél, hogy innen már igazából kimenekülni kell, és erre kell fókuszálni, és útközben megtudtunk info morzsákat, hogy mi miért történik a bázison. Megtudtuk azt, hogy ugye szerintem ez egy nagyon jó csavar volt, ahol kiderült, hogy a Weyland Yutani felvásárolt az egész bázist azért, hogy kitenyészék ott az alieneket tulajdonképpen, és megtudtuk, hogy az anya végül is hogy iktatta ki az alient, és a nagy menekülés közepette hozzánk dobták ezeket az infomorzsákat, és ezzel tartották fent az érdeklődést, mert bizony fel kellett tartani azt az érdeklődést, mert a játék egy olyan szinten köcsög módra volt megcsinálva, hogy folyamatosan csinálj meg újabbnál újabb feladatokat, amivel nincs rendben, csak hatalmas mennyiségeket kellett például átsítálni egyik feladatról a másikra, és hogyha megcsináltál egy feladatot, és elindultál a célod felé, tudja, hogy valamiért vissza kellett fordulni, hogy kijavíts valamit, majd utána újra elindulj az eredeti célod felé, és így volt megcsinálva a játék, tehát ilyen oda-vissza, oda-vissza. A feladatoknak a mélységbe menése nem volt túl nagy, tehát a legtöbbször Restore Power, tehát állítsuk újra az energiát című, az áramot című történetről szólt ez az egész, és a feladatok mennyisége, minősége ebben sajnos kimerült, hogy gyalogoljunk innen-oda, néha sokszor gyalogoljunk vissza, majd gyalogoljunk újra előre, és különböző helyeken állítsuk vissza
az áramot, és hackkelni valókat. Ami amúgy külön pont a hackkelési cuccokért, mert nagyon jól meg voltak csinálva, változatosak voltak a maguk nevében, és némelyeket nem is volt annyira egyszerű megcsinálni, és több fajtát kitaláltak, ami rendben volt, szóval egy kis színességet belevittek, de a masszívan nagyon rossz pont, amire már úgy voltam sokszor a vége felé a játéknak, hogy legyen már vége, és nem már nem volt para se az Alien, se az Androidok, se semmi, csak azt akartam, hogy véget érjen a játék, vagy végezzek egy fejezettel, mert már túl hosszúra csinálták. És ez egy, azt mondanám, hogy a pro és kontra résznél ez a rész nálam így két pontot veszítene, szóval, hogyha mondjuk ötből kéne osztályozni, akkor ez így helyből két pont emiatt, hogy ezt a teljesen fölöslegesen kihúzást a sztorinak nem kellett volna. Viszont nagyon is szükség volt az olyan részekre, amelyek levezetik azt a mennyiségű adrenalint, amit eltöltöttél az Alien környezetbe, mert ha nem megőrültél volna a folyamatos adrenalin miatt, és például a vége az egy elég intenzív adrenalin dús rész, és örülsz, hogy ott már ott a vége van, mert hogyha még egyszer bele kéne vetned magad egy ilyen adrenalin dús környezetben, nem biztos, hogy megörülünk. Tehát én is a DLC-s részekbe már egy kicsit később kezdtem bele, szóval volt, tehát kellett bizonyos szempontból az, hogy így kinyújtsák a sztorid, de nem ilyen szinten idegesítőbe, hogy oda-vissza a pályán, mindig visszatérni az adott helyre, ahol megcsináltál egy feladatot, és aztán közbe kiderül valami nem jó, megint vissza, ez nem hiányzott egyáltalán. Nos, összefoglalónak, hogy úgy mondjam, tehát a jó dolgok, hogy én úgy éreztem, hogy egy kicsit hajazott mind a három filmre. Végre megismerhettük bocsánat, Ellen lányának a történetét, tehát Amanda történetét, hogy mi történt ugye a lányával, Ripley-nek. Csináltak egy nagyon jó környezetet, és frankon hűen lemásolták, ami az Alien világban megtalálható űrhajókat, bázisokat, egyszerűen fantasztikus volt mászkálni közöttük, ez hihetetlenül jó dolog volt benne. A bolygó elképesztő, tehát én ezekre egy külön pontokat adok, tehát a bolygó, ahol megtaláltuk a tojásokat, stb. Tehát egyszerűen fenomenális volt, mint Alien rajongó ott lenni ebben, tehát ezt játszani tulajdonképpen. És hallottam ugye, hogy Oculus Rift-tel feltöltötték a játékot, tehát így ja, lehet játszani a Oculus Rift-tel, és gondolom, hogy elképesztő élmény lehet egyes jelenetek, és iszonyatosan beszarhatós lehet egy-két jelenet, szóval. Jó volt megtudni Amandának a történetét, nagyon hű képmása az Alien világnak és bázisnak. A sztori megfelelő volt, nem egy csúcs kategóriás, agyon bonyolított valami extra nyomozás, nem, megfelelő volt, és ami az Alien világban tökéletesen beleillik. Az Alien végre újra ijesztő és frankon ijesztő, és a különböző kütyük meg ilyesmik, amik ott voltak a játékban, fantasztikusak voltak, és egy igazán kontrát tudok mondani, ez a fölöslegesen elnyújtott történet. Lehet, hogy oka volt, lehet, hogy az, hogy egyszerűen ne legyen túl para a játék, egyszerre hirtelen ne érjen túl nagy dózis, de azért annyira nem volt para, hogy kelljen olyan sokat pihenni két para rész között, szóval ez egy olyan kontra, hogy két pontot is levonnék, de túl hosszú volt a játék. De, és mostanában így értem a Call of Duty-t, hogy miért csinálnak ilyen kis rövidebb kampányokat, mert egyszerűen fölösleges túlhúzni egy kampányt, és úgy érzem az én esetében sem kellett volna ennyire túlhúzni kampányt, de ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, sziasztok!